Sziasztok, megérkeztünk Császárra, és a mai videó témája majd a Henrix Farm lesz. A buszból látok, hogy hol van, hát most visszafele kell sétálni egy darabig. Hát még vagy egy kilométer egyenesen, aztán majd onnan fognak közelebb jelentkezni. És akkor Császár vasútállomás, hát ugye még a vonal életében 2002 körül felszették a második meg az első vágányt. Az átmenő vágány megvan, csak benőtte a gazda, itt látszik a peron is. És így tovább, hát... Ja, arrafele halad tovább. Ja, kis na, ja, nézzük meg, itt van, ja, császár, de a felirat még megvan. Ja, még ott felül is volt, látszik a helyet. De a neont azt már elvitték, tehát nézd meg, a neon az nincs ott, csak a betűk vannak. Ja. És akkor megérkeztünk a Westernvárosnak a bejáratához. Na, akkor magasan be is megyünk. 10 órakor kinyitnak, most 9:56 van, úgyhogy mindjárt mehetünk is be. És egyébként itt már azért forgatott a Cosmix meg az Ivígy Hónai Mirigy is. És én akkor mindjárt be is megyünk. Ja, meg itt van egy tájékoztató tábla, hogy mi hol van, ezt még megnézzük. Aha, itt, hogy itt vagyunk a parkolónál, az 1-es. Aha, és ott a vonat. Na majd ezt meg kell keresni. Hol az 1-es? Na, nem látom az 1-es, de biztos itt van valahol. A bejárat az itt. Az 1-es a parkoló, az itt van. Jó, igen, de itt nincsen holdáva, de valószínűleg mi itt vagyunk, és akkor itt bemegyünk, akkor itt lesz a vonat. És itt van a többi épület. Ha dobni, vagy Western rulettezni szeretne, vagy a postakocsinkra fel szeretne ülni kordúj ruhába és úgy fotózkodni, akkor azokat a jegyeket is meg tudjátok venni az étterembe a kék csarnokba. Ugyanígy finom ételeket, hideg italokat, jégkrémet, palacsintát szolgálunk fel nektek. Megkérek mindenkit, hogy csak a kijelölt helyen dohányozzon. Sajnos kutyát, macskát a farm területére behozni nem szabad. Megkérek mindenkit, hogy az autójával ne álljanak az út szélére, keressétek saját parkolóinkat. Felhívjuk a látogatók figyelmét, hogy a show műsor alatt hanghatásokra számítsanak, nem fogok panaszkodni. És itt van az étterem, itt lehet egyébként a vonatra is egyet venni. És semmi. Te is, fiam, Bluetooth. Budweiser. Bud Spencer sör. Na itt lehet nagyzét. Itt lehet nagyzét előadni a családi vakációban. Hé, te furkófejű, hozzá alaszol ide. Ezt elnézést tudom. Ez úgy néz ki, mint egy kocsma. Akkor látjátok, hogy kaptunk ilyen azért tikettet, az odaóra, ez pedig a kis vonatra. Akkor... Oké, csak azt mondd meg, mit csináljak ennyi tikettel, edd meg, egyed meg. Ezt nézzétek, itt van a WC. Meg egy fürdőkád. Se semmi.
legdolbányom távú vágány. Nem hallunk. Teljesen, minek van az rajtad? Hát nem akartam, hogy meglássák az arcom közben. Na miért? Van egy kis bibi vele. Ha? Onnan szálltál le? Jó, akkor nem láttátok az arcom, oké? Okay? Szóval, ezeket felez itt egy bankrablás! A bank. Bank, vonat, vonat, bank. Ezeket fel! Ez itt egy bankvonat! Most miért röhög mindegyiket? Ennek nem így kéne működni. Olyan félelmetes vagy. Kezeket fel! Ez itt egy bankvonatrablás! Piu, piu, piu! Miért van az tudod? Miért van az rajtad? Nem tegnap vettem meg, nem? Mindenki milyen volt, gondoltam, ez a divat. Ezt is meg kell tanítani neked? Kicsatolod? De nekem nincs rajta olyan izért. Akkor nem csatolod ki. Előveszed. Bunkónak használod, te bunkó? Fordítsál rajta egyet. Gazdag vagyok. Aztán felhúzod. Felhúzom már magad, nem vagy, akkor elsülhet.
És akkor mi van? Egy-kettő meghanyag, hogy könnyebb lesz kirabolni, nem? Zarulásod? Aztán elsütött. Magadnál vagy ijeszkedsz, ha színpontozod rám! Megfolyam azt azonnal! Aztán miután elsütött? Állj, ez itt egy borrakrablás! Aranyat! Pénz! Hé, bújj itt elő! Ne már! Fog menni. Na, látom, tanulékony vagy. Ej, ez itt egy vonatrablás! Aranyat! Pénz! Pénz! Ribok szertelő, de már! Az előbb bugyit kér. Használtat adjatok neki! Szóval! Én gyereket, ezüstök, aranyat, aranyfogat, aranyeret! Összes többi kérem! És mi van? A másik, leváltad a kalapot! Gerendát hozol lövöldözéshez. Na várja, hát az hogy volt? Tehát, hogy megfogom. Előveszed? Igen. Igen? És fölhúzod. Most mit röhögsz? Hálébb szóltál volna, hogy lőjem le, akkor nem rúgdos össze. Várjál! Ja, kolomba tettek is dődek. Nem a szájam! Mind a vadra! Mind a vadra! Mind a vadra! Vadra! Így mennyivel menő? Nagyon. Na! Hulla megvan? Mi is megvajtok? Vasat tesz! Vagy van, de szeret ezt, de haladjunk arra előre! Vagy úgy közbe kizámolom mindet! Gyerünk! Előre! Majd ha indult. Tehát nem is indult. Mindjárt elúlni! Vite! Ne kifutunk újra! Arra előre! Arra előre! Előre megyünk, nem hátra. Nagy sokkal majd csak.
9 kilós sinek és 760-as nyomtáv. Vonat, Manitúhoz vonat. Mindig ugyanaz, te megérkezel, aztán ugrik az evés. Semmi. Ez a korabeli büfékocsi. Ez a régi rádió. Na, ezt megnézzük egy kicsit közelebbről. Szerintem ja, az a Budapest, ez még a Kossuth rádiót lehet hallgatni. Középhullámot ismeri. Csak az a Budapest 2, ez a régi Petőfi, a Kossuth rádió az valahol az elején van. Az 540 az a középhullámnak az eleje, valahol. De azt még a mai napig be lehetne fogni rajta, mert Soltól még tolják a kraftot. Hát ez meg azért postakocsi, itt voltak a posta. Postafakkok, itt válogatták le a leveleket, azt... Ja. Meg a podgyász, és akkor nézzük már a következőt. Ott van egy sörcsap. És egyébként ez normál nyomtávolságú vágányon van. Úgyhogy nem csak ezért keskeny, hanem normál nyomtáv is van itt. És akkor a vasúti vagonok kívülről. És itt a normál nyomtáv. Ja, Sanyi? Sanyikám? Ja. Na, szavasz. Kicsit, mint eltört volna a bokája, nem? Cseppel. Itt a koporsod. Jobban van valamilyen vásár, meg gyere, mert elindítottam. Na, javasson. Ja. Thank you.
megkérdezem. Na, milyen volt? Király. Közben már megérkeztünk Tatabányára, várjuk a vonatot a Roxikosmába, és akkor ennyi volt az a császári Henrik City-s videó. Ennyi. Sziasztok! Sziasztok! Itt vagyunk a Roxiba. A vonatos ülések, csak azért jöttünk be ide, mert BHV kocsi ülések vannak. Gracias.